Tamás, a múltkori ifi mérkőzésről, ha mondanál néhány szót. Hát ugye múltkor, az ifi csapatról ugye tudni kell, hogy teljesen átalakult, tehát nagyon sok fiatal száll be most ugye Serdülőből, ugye látszik, hogy alulról felfelé azért próbálunk építkezni, tehát jól szállnak be a fiatalok a játékba, tudjuk őket használni, tehát a úgymond idősebbek, akik tavaly is szerepeltek már az ifibe, azok úgy próbálják beépíteni őket, hogy ugye a felépített játékba ugye tudják, hogy mi a figura, tehát mit kell játszani, tehát nehogy az legyen, hogy meg vannak lepődve, amikor pályára kell lépni. Ez eddig azt gondolom, hogy jól alkalmazták, illetve jól éltek a lehetőségeket. Persze fizikális különbségek vannak azért a fiataloknál, és azt gondolom, hogy a Szentgotthárd, akivel most fogunk játszani, az azért egy jó erőt képvisel, mert évek óta most már jó utánpótlásunk van Serdülőbe, illetve ifibe. Hát a múlt heti mérkőzésen Keszthely ellen azt gondolom, hogy az elején ugye szoros volt, ha jól emlékszem, 7-7-ig a mérkőzés, aztán utána azért belelendültek tényleg a fiatalok, tehát azt gondolom, hogy belerázottak a mérkőzésbe. Ugye sokan az első mérkőzésen a hazai pályán ugye nem tudtak pályára lépni, emiatt az igazolás miatt, amúgy nem volt benne sportorvosi, ugye, és valakinek ez volt az első meccse, vagy a második, tehát nem volt még úgy belerázódva. Azt mondom, hogy ahogy szaporodnak a meccsek, magyarul azért egyre jobb lesz a fiataloknál játék, meg hát fejlődnek folyamatosan, tehát azt gondolom, hogy mindenképpen. Meg ugye látszik is, hogy itt vannak a hazai mérkőzésen, tehát nem az van, hogy hétvégén máskor töltik az idejüket, hanem szeretnek ide járni, tehát azt jelenti, hogy egy jó közösségben vannak, sikereket akarnak, reméljük, hogy ez jönni fog magával. Beszélnél néhány szót a sérülésekről? Így van, tehát ugye, hát nem azt mondom, hogy túl kemény mérkőzések vannak, inkább azt mondom, hogy egyrészt valamikor a rutintalanság, másrészt már az ellenfél részéről akár, tehát ugye akarnak a játékosok mindegyik oldalon, amikor fiatalok, de hát nem mindig sikerül úgy mozogni abban a szituációban, mint ahogy kellene, és akkor ilyen váratlan sérülések közben jönnek. Ugye a Ring Máténak egy ilyen labdaszerzésnél a mérkőzés vége felé kiment a bokája, úgyhogy ott egy gipsz van. Aztán a Pék Máténak ugye egyébként is most már az eleje óta fáj a térde, úgyhogy az ugye ragasztva van, tehát meglátjuk, hogy mennyi tud vállalni a mai mérkőzésen is. Illetve hát vannak többen is, akik kisebb sérülésekkel bajlódnak, de azért a fiatalok mindig hamarabb regenerálódnak, mint mondjuk az idősebbek. Meglátjuk, hogy ki tudja ma vállalni a játékot. 12-esre Szoták Péter, 1-es Surányi István, 23-es Tamás, 14-es Kocsis Tamás, 8-as Pals Ferenc, 2-es Ringo Dávid, 4-es Mágos Patrik, 18-as Vég Péter, 47-es Egyi Gergely, 44-es Horász Márton, 95-ös Sátrádi Bence, 33-as Németh Dávid, 7-es Tudocska Kevin, 26-os Mákár Marcell, csapat edzője Péter Zsolt. Megmutatom a hazai csapatot, 1-es száma Horváth Máté, 80-as Körül Norbert, 2-es Huszti Angus, 6-os Mérciger Gergő, 9-es Pavelka Zsolt, 10-es Majdonis László, 11-es Szalai Ákos, 13-as Zegler Dániel, 15-ös Fülöp János, 18-as a csapat kapitánya Dr. Erős Péter, 19-es Tömör Csaba, 20-as Ignász Krisztián, 23-as Bajnóci Máté, 26-os Pék Barnabás, 14-es Zsigmond Ádám, csapat edzője Pór Tamás. Tiszteletre köszöntöm a játékvezetőket, Vadányi Tibor és Kovacsik Gábor sportásokat, versenybíró Rózsa László, játékvezető Szilagy Alka Attila. Jó szurkolás, hajrá Ajka, ez szolgálati közlemény, az órát majd nem tudjuk megállítani, a játékvezetők és a versenybíró fogja mérni, az eredményt tudjuk majd kiírni, közben próbáljuk a hibát eszközölni. Köszönjük még egyszer, jó szurkolás, hajrá Ajka!
Yeah.
12. percnél járunk. Egy csapat 7 méteresét Bajnóczi Máté próbálja megértékesíteni. Sikeresen 8-5 arányban vezetünk. Ember hátrányban a Szent Gotthárd, zárt védekezésünkre egyelőre nem találják a megoldást. Szerencsétlenül sikerül dobás. Kapus cserélt a hazai csapat.
Bánéoci Máté indítja a hazai támadást. Az előnyünket akár 4 gólra is növelhetjük. Egy szép átlövés, ami sajnos eredménytelen. Ellentétben a Szent Gotthárdiak egy gyors indítással megindulhattak volna, azonban inkább türelmesen végigjátsszák az időt. Egyre inkább passzív gyanús a vendégek játéka. Újabb lehetőség a Löbeli Ajkának a 4 gólos vezetés megszerzésére. Mindeközben kiegészül a Szent Gotthárd csapata. Sajnos elveszítjük a labdát. Gyönyörű hazai védés. Másodszor is. Két bravúros védése után a Ajkai B közép Horváth Mátét élteti, hozzáteszem joggal. Pályán 11-es számmal Szalai Ákos tanár úr. Ketten vagyunk a beállós pozícióban, Tömör Csaba, illetve Erős Péter, Tömör Csaba. 7 méteres sikerül kiharcolnia. Mennyi sárga lapot hozhatott ki, hogy a játékvezető Szamba? Ez már vagy a 10. amit kioszt ma. Ismét Bajnóci Máténál a labda. Hihetetlen nyugalommal egy közepes erejű lövéssel 9-5-re növeli a hazai csapat előnyét Bajnóci Máté. A vendégek 9-6-ra zárkoznak. A vendégek kapusa is bemutat egy szép védést. A lévő játékidő 18 perc, az Ajka csapata 9-7 arányban vezet. Egy perc van hátra a játékból, 9-7-re vezet a hazai csapat.
Hajnóci Máté lövése fennakad a falon. Sarokdobás. Egy gyönyörű félig kínai figura, gólszerzőnk Zettler Dávid. Gólszerzőnk Zettler Dániel. Ismét egy szép hazai védés, ám sajnos nem marad nálunk a labda. Meglehetősen idegesek a vendégjátékosok. Eddig próbálja őket csitítani. Tömör Csaba őszinte kérését díjazták a játékvezetők egy 2 perccel, azt javasolta, hogy a vendégcsapat beállása legalább kérjen elnézést azért, hogy sérülést vagy legalább sérülés közepi állapotot okozott nekünk. Kicsit talán kezd eldurvulni a mérkőzés hangulata. Nem gondolom, hogy mi a magatartásunkkal provokálnánk ki ezt. A vendégek ismét megpróbálják kiiktatni Bajnóci Mátét a játékunkból. Mátéhez lassan kezd hozzászokni. Vendégek csapatából is egy játékos kiáll 2 percre. Teljesen jogosan. Húzta a mezét a Mátének 10 méteren keresztül körülbelül. Érthetetlen módon támadó szabálytalanságot érzékelt a bíró, így is vét a Szent Gotthárdnál a labda. Plusz 9-nél a hazai csapat támad, remélhetőleg nem sokára kiegészülünk, és tovább növelhetjük az előnyünket, ami 4 gólról fogyott le egyre. Jó!
Eitzinger Gergő egy csodálatos lövésből. Arcon lőtte. Hát most ez előfordulott, teljesen véletlen. Kiegészült a hazai Csaba. Tömör Csaba újra a pályán. 23 perccel telt a mérkőzésből. Én nem tudom, hogy az indulatok még lehetnek-e magasabbak, mint jelen pillanatban. Passzív játék. És a vendégcsapat szövegelésért kap ismét egy 2 percet abban a pillanatban, amikor kiegészültek volna. Kevés elképzelést látszik a Szent Gotthárd játékában, ennek ellenére kiegyenlítenek. Mérkőzés állása 10-10. Annál is fájóbb ez a gól, mivel emberelőnyben vagyunk. Bajnóci Máté is beállósként. Méteres, aki kiharcolta a 6-os számmal, Meitzinger Gergő. Bajnóci Máté biztos kézzel értékesíti a hazai csapat 7 méteresét. A játékból hátralévő idő 5 perc, az eredmény pedig ismét döntetlen, 11-11. Kiegészül közben a vendégcsapat is. Bajnóci Máté hatalmas gólt lő, 12-11. Tömör Csaba egy átlövés góllal 13-12-re módosítja az eredményt.
két percre kiáll a játékból a hazai csapatból, Ignác Krisztián. Szó 7 perc, 10 másodperc telt a mérkőzésben. Nagyon kevés a gól. Nagyon kevés a gól. Alig több mint 2 perc van hátra a játékidő első féldejéből. Az eredmény 13-13, mindenképpen góllal lenne jó befejezni ezt a támadást. Metzinger Gergő. Tömör Csaba egy derék magasságban eleresztett lövéssel, megszerzi a hazai csapat 14. gólját. És egy hazai védés után akár 2 gólos előnnyel fejezhetjük be az első félidőt. Szerencsére Vendég csapat hibázik. Talán a fél idő utolsó támadása következik, amit nagy szerencsére mi vezetünk. Por Tamás időt kér. 28-16. Nem értem, hogy éppen elindul remélhetőleg az első félidő utolsó támadása a hazai csapatnál a labda. Tömör Csaba, Bajnóci Máté, Szeleter Dániel, Metzinger Gergő, ismét Tömör Csaba. Sajnos kicsit hosszú volt a labda a Máténak, úgyhogy jöhet a Szent Gotthárd. Jó a fal, egy hosszú indítás. Huszti Ambrus. 15-13. Első fél idő eredménye 15-13.
Erős Péter beállós gólja kezdi a második félidőt 16-13. Valamint belül védekezésére a vendégek kapnak egy 7 méterest. Méteres lőhet az Ajka, a labdával ismét Bajnóczi Máté. Sajnos egy szép vendégkapus védést láthattunk, ez a 7 méteres nem sikerült Máténak. Az eredmény továbbra is 16-15, támad a Szent Gotthárd csapata. Fülöp János góljával 17-16-ra vezet a Lebelie Kézi Labda Klub. Szerencsés kapufa. Egy Szertler Dániel góljával ismét két góllal vezetünk, 18-16. Egy eladott labda után indulhat a Szent Gotthárd.
és ismét döntetlen, 18-18. Kicsit rohanósan kezdődik ez a második fél, de mi mintha álmosan léptünk volna a pályára, Szent Gotthárd pedig ugyanazzal a felpörgött játék stílussal kezdett, ahogy abba hagyta az első fél időt. Szép bejátszás után Erős Péter nem tudta gólra váltani lehetőséget, viszont leindítanak bennünket a Szent Gotthárdiak, és megszerzik a vezetést. Mindeközben egy két perces kiállítást is kapott a Szent Gotthárd játékosa Buzák Tamás. Méteres jut a hazai csapat. Egyet rágyókodom, mi szaportál? Cetler Dániel előtt a hetesünket, 19-19. Ember hátrányban a vendégek, jó volna kivédekeznünk ezt a támadást, és egy góllal válaszolni. Ennek ellenére ők szereznek gólt, ismét Szent Gotthárd csapata vezet, 19-20. Azt gondolom fontos percei ezek a mérkőzésnek. Sürgősen egyenlítenünk kell és visszaszereznünk a vezetést, hogy Szent Gotthárd akkora előnybe kerül, amit a későbbiek folyamán nem tudunk visszahozni. Vendégcsapatban itt ismét egy két perces kiállítás. Gyönyörű átlövés gól. Zsigmond Ádám a gólszerzőnk. Ismét döntetlen, de még legalább másfél percig emberelőnyben vagyunk. A pályán 9-es számmal Pavelka Zsolt. Védelmünkről szerencsétlen módon lepattan a labda, és ez a hálóban kötött ki.
Erős Péter ismét a földön. Minimálisan egy 2 perccel kellett volna jutalmazni ezt a vendég megmozdulást. Nem történt meg. Pavelka Zsolt. Gyönyörű gól. Nagyon szükség volt erre a gólra. 21-21. Nem érjük utol a vendégeket, 2 gólos vezetés után áttengettük nekik az előnyt, folyamatosan 1-1 góllal járnak előttünk, mi pedig csak egyenlíteni tudunk, vagy az sem. Viszont egy hazai bravúr, Körli Norbert a kapuban. Csapatból ismét egy 2 perces kiállítás, ami egyben a végleges is, hiszen a vendégjátékos harmadszor került 2 perces kiállításra. Ember előnyben, nem de gól hátrányban a hazai csapat. Zetter Dániel góljával az eredmény 22-22. Szerencsére jó a védekezésünk. Bajnóci Máté lépett ki egy kicsit emberfogásra eredményesen. Hazai kapuban Körli Norbert. Sajnos eladjuk a labdát. Vendégcsapat indul. És a hazai kapus véd. Körli Norbert. Fissé kapkodóssá vált a játék. De szerencsére a kapus teljesítményünk feljavítja a csapat átlagát. Egy mélypont után újabb lehetőségünk van arra, hogy átvegyük a vezetést, és remélhetőleg innentől már újra mi irány. 13 percében 2 másodperc telt el a második félidőből. Mostan a második félidő derekához érünk.
A mérkőzés 22-22. Hosszú percek után ismét talán tudunk majd vezetni. Szerencsére vendég egy gyors ellentámadását meg tudtuk akadályozni. Felállt a falunk. Huszti Ambrus, Erős Péter, Pavelka Zsolt, Bajnóci Máté, Celtler Dániel. Szent Gotthárd járatja a labdát, de elég jól zár a falunk. Nem találják rá a megoldást. Egy belenyúló kéz. Sarokdobással jött a Szent Gotthárd. Úgy tűnik, hogy az ő kezdeti lendületük is megtört. Passzív a játék. És szerencsére nem sikerül góllal befejezniük a támadást. 15 perc van még hátra a teljes játékidőből. Az eredmény továbbra is 22-22. A vendégek ismét megpróbálják Bajnóci Mátét kiiktatni a játékból. Én már nem először. Egy nagyon szép figura után azonban nem sikerült gólra váltanunk a sikert, a vendégek kapusa hárít. Továbbra is döntetleni már hosszú percek óta, remélhetőleg nem a Szent Gotthárd fog újra vezetni. Tévedtem ráadásul a hazai csapatból egy-két perces kiállításra, és sikerült szert tennünk. Zsigmond Ádám ül két percet a kispadunkon, és a Szent Gotthárd vezet 23-22-re. Ismét egy kis furcsa játékvezetői ítélet. És a Szent Gotthárdnak lehetősége nyílik a mérkőzés folyamán először két gólos erőnyre szert tenni. Hétméterest ítélnek a játékvezetők. Kapuban Körli Norbert, és a kapufa. Ember hátrányban ugyan, de zárkózhatunk. Bajnóci Máté beállóként. Őt nagyon szeretnék kiiktatni a játékunkból, joggal. És sajnos egy sikertelen lövés. Sikerült megállítanunk a vendégek gyors támadását, és kiegészültünk. A falban középen ismét Tömör Csaba. Egy futójátékos a vendégektől, és szerencsére egy eladott labda. Második félidő 18. percében hazai csapat támad. 22-23 a játék jelenlegi állása. Okay.
ismét nélkülöznünk kell, 2 percig Huszti Ambrus játékát. Hiába a jó védekezésünk, sajnos lepattan a labda, és a kapunkban köt ki. 2 góllal vezet a Szent Gotthárd, 22-24, és még mindig ember hátrányban a hazai csapat. Az egy csapat 23. gólját Szedler Dániel lőtte. Szent Gotthárd 26-23 arányban vezet, és Pavelka Zsolt is 2 perce elhagyja a játékteret. Szerencsére Huszti Ambrus kiállítása lejárt, úgyhogy 5-6 ellen játszhatunk, azonban a hátrányunk immár 3 gól. Egyre nehezebbnek tűnik ezt ledolgozni. Hátra lévő játékidő kevesebb, mint 10 perc. Kicsit megtört a lendületünk. De Cetler Dániel góljával. Ismét csupán 2 gól a hátrányunk. Hozzáteszem, volt már 4 az előnyünk is. Ez azért jobban hangzott. Védekezésben a pályán maradt Meitzinger Gergő és Ignác Krisztiánnal középpen, valamint Bajnóci Máté. És egy labdaszerzés. Huszti Ambrus. És a vendégek csapatából a 8-as számú játékos 2 percre kiáll. Ez is valami, ha már gólra nem sikerült váltanunk az indításunkat. És úgy tűnik, hogy Port Tamás a hazai edző sárgalapos figyelmeztetésben részesül. Ez már szinte az összes mérkőzés koreográfiájához hozzátartozik, hogy Porta előbb-utóbb szerez egy sárgalapot.
A második félidő utolsó harmadában két gólos hátrányban a hazai csapat, és a Szent Gotthárd támad. Egy bejátszás, egy gól, és Schmeitzinger Gergő két percre kiáll. Messzhúzást érzékelt a játékvezető. Azt gondolom, ez a mérkőzés a sárga lapok és a két perces kiállítások, valamint a hetesek statisztikájában is előkelő helyen szerepel majd a szezon végén. Egy eladott labda, a vendégek indulnak. És értékesítik a helyzetet. 24-28. Por Tamás időt kér, valóban egy kicsit mély ponton vagyunk. Bajnóci Máté a szélről gyönyörű góllal zárkózik 25-28-ra. Alig több mint 7 perc a hátralévő játékidő, és 3 gól a hazai csapat hátránya. Ez ledolgozható, de fejben nagyon össze kell szednünk magunkat. Hamarabb egészül ki a csapatunk. Gyönyörű hazai védés. Horváth Máté. És Pavelka Zsolt egy gyönyörű cunderrel 26-28-ra zárkóztatja a Löberiek kézilabda a klub Ajka csapatát. Remélhetőleg izgalmassá tudjuk tenni a utolsó félidő, vagy a második félidő utolsó perceit. Hátra lévő idő kicsit több mint 6 perc. Jó, a védekezésünk, Ignác Krisztián állítja meg a támadást. Kiegészültünk, Meitzinger Gergő újra a pályán. Bajnóci Máté előre tolt védelmet játszik. Jó, miénk a labda. Bajnóci Máté kicsit bizonytalanul kapta, ugye beállóban, de megszerezte, és tökéletes érzékkel kapus mellett helyezte a hálóba. Közben törlés miatt kicsit áll a játék, ez nekünk talán kedvez. Úgy látszik, Por Tamás fel tudta rázni kicsit a fiúkat. El kell, hogy higgyék, hogy ezt a mérkőzést még meg tudjuk fordítani, és meg tudjuk nyerni is. Bajnóci Máté ismét kijön a falból. Kicsit előbbre is jött a védekezésünk. És lehetőség az egyenlítésre. Ignác Krisztián, Huszti Ambrus. Megállunk inkább. Meitzinger Gergőnél a labda. Szelter Dániel, Pavelka Zsolt nyugtatja a többieket. Bajnóci Máté kijjebb jön. És kezdődhet a figura. Beállósként a falban Ignác Krisztián.
Pavelka Zsolt, Metzinger Gergő összjáték. Szerencsére nálunk marad a labda. Ketten a falban Bajnóci Máté és Ignác Krisztián. Megállítják sajnos a támadásunkat. Kapufa, pedig nagyon szép dobás volt Ignác Krisztiántól, és támadhatnak a vendégek. Alig több mint 3 perc a hátra lévő játékidő. Játékvezető visszafújja a labdát. 2 gól a hazai csapat hátránya. Metzinger Gergő, gyönyörű gólt lő. De a hazai csapatnál, és egy újabb lehetőség az árkozásra. Eladjuk a labdát, indul a vendégcsapat. Összezavarodtunk egy kicsit. És időt kér a vendégcsapat. 2 alig több mint 2 perc, 29 gólt dobott a Szent Gotthárd, 28-at mi, és egy megszerzett labda, indulhatunk, Metzinger Gergő, és el is vesztjük, sajnos. Ezzel talán az utolsó lehetőségünk szállt el, nem csak az egyenlítésre, talán a döntetlenre is. Időt kér a hazai csapat. Thank you.
kéne rúgni. A hátra lévő játékidő 1 perc 10 másodperc, a hazai csapat hátránya 2 gól és 1 ember. A vendégcsapat támad, a hazaiak egész pályás letámadás módszerét próbálják alkalmazni. Szerencsére a Gotthard kétszer indul. Érzésem szerint itt is megjárt volna a vendégcsapat játékosának egy 2 perces kiállítás, síp után nem csak hogy nem adta vissza a labda, hanem még meg is akadályozta, hogy támadjunk. Ez nem csak sportszerűtlen, de szabálytalan is. Eitzinger Gergő 30-31-re módosítja az eredményt. Nagyon izgalmas az utolsó néhány másodperc, a vendégek nem találják a megoldást, de az időt tökéletesen húzzák. És ismét időt kért a vendégcsapat. 6 másodperc van hátra. Hátra lévő idő 6 másodperc. Én azt gondolom, meglehetősen sportszerűtlenül a vendégek egyszerűen kidobják a labdát. De az eredmény akkor is sajnálatos módon 30-31. Ma győzött a Szent Gotthárd.